Meglepő, hogy a családi vállalkozásoknak a nagy része olyan, ahol kimondottan csak kizárólag családtagok, a tulajdonosok és ügyvezetők. A családi vállalkozásoknak 60% olyan vállalkozás, hogy a családtagokon kívül nincsen más tulajdonos és aláíró. Az apa-gyermek kapcsolatok dominálnak a vállalkozásokban, mint egy a családi kapcsolatoknak mintegy 60%-a ilyen, és 40%-ban találunk a cégekben anya-gyermek kapcsolatot, és a cégek 40%-ánál olyat, ahol testvér kapcsolat van. Ezekből is az derül ki, hogy összességében ugye vannak olyan cégek, ahol több különböző kapcsolat is van, tehát a családnak három vagy akár annál több tagja is képviselteti magát a vállalkozásban. A teljes hazai cégbázis vizsgálva azt látjuk, hogy a családi vállalkozások 75%-a megbízhatóbb az átlagnál egy átlagos hazai cégnél, és a családi vállalkozásoknak 15% olyan, ami kimondottan magas megbízhatósági mutatókkal rendelkezik. Vélhetően, ahol családi kapcsolatok vannak, tehát a cég különböző tagjai aktívan részt vesznek a cég életében, akkor ez a generációváltás, ez egy könnyebb történet, és így ezzel hosszabb életet biztosítanak az adott cégnek, és nyilvánvalóan a felelősségnek és a feladatoknak a megosztása az egy olyan dolog, ami segíti a cég hosszú távú működését. Családi vállalkozások azért méreteiben nem elhanyagolhatók, legalábbis jelentős részük, mintegy 1800 olyan családi vállalkozás van, ahol a cég éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot, és mivel ilyen körülbelül ilyen 6-7000 1 milliárd feletti vállalkozás van, azért ez egy komoly tényező. És ha a szektorok tekintetében vizsgáljuk a családi vállalkozásokat, akkor abszolút értékben a kereskedelmi szektor vezet, ott mintegy 24 ezer családi vállalkozás működik az ágazatban, viszont hogyha arányaiban nézzük az ágazatokat, akkor a tanácsadó cégek emelkednek ki, mintegy a tanácsadó cégeknek mintegy 20% olyan, hogy családi kapcsolatok azonosíthatók.